Nos. Jobb, ha elkezdesz beszélni. Nem tudom. Az aktát szerint te magad kérted, hogy behívjon. Igen, magamról jöttem ide. Mondd el, miért? Azt tudjuk miért, előbb-utóbb úgyis beidéztük volna. Az viszont nem teljesen világos, hogy hogyan jutottál el hozzánk. Éppen erről van szó. Miről? A hierarchiáról. Kérem az ítéletemet. Előbb beszélgessünk egy kicsit. Az alkoholizmusod miatt vagy itt? Az ivás mellékes, bármikor le tudok állni. Mindezt mondják. Igen, az emberek. De nem is erről van szó. Egyszerűen csak nem való nekem ez a munka, befejeztem. Miért? Miért? Én nem terápiára jöttem, hogy megmondjátok, mi a bajom, aztán eldöntsétek, hogy visszamehetek-e. Nem akarok visszamenni. Csak mondjátok, hogy nem vagyok többi angyal és kész. Annak az ítéletnek ára van. És mi az? Az őszintesség. Tegyük fel, hogy megvonjuk az angyal státuszodat, akkor mi lesz? Leélem, ami még maradt. Annál azért egy kicsit több maradt. Azt majd én eldöntöm. A lényeg, hogy távol legyek attól a helytől. Hová küldtetek? Nem mi küldtünk. Tök mindegy. Hogyan jutottál le hozzánk? Úgy tudtam, akinek szüksége van rátok, megtalált titeket. Azért ez nem egészen így van. Rendben. Tudni akarjátok, miért kérem, hogy elítéljetek? Azt akarjuk tudni, hogyan kérted. Elmondjam. Tessék. Minden este végignézem, hogy az az állat szarrá veri a feleségét. Aztán megerőszakolja a 12 éves lányát. Nem hallottad, mit kérdeztem? Az emberek nem egyebek, mint állatok. Egyszerű állatok. Minden este. Minden rohadt este hazatántorog a kocsmából, és én megyek vele. Hogy jutottál el hozzánk? Belép a házba, és én megyek vele. Félholtra veri a feleségét, és én ott állok mellette, és nem tehetek semmit. Nincs hozzá elég erőm, nem megy. Aztán belép a kislány szobájába. És én megyek vele. És minden este végig kell néznem. Kérdeztem valamit. Rezer. Ti bukott angyalokkal trécseltek. Forrad utasításokat osztogat a telefonján. Az én dolgom pedig az, hogy minden este végignézzem. És hallgassam a sikolyokat. És érezzem a tehetetlenségemet, mert az erőm nem ér szart se! És másnap... a férfi megint a kocsma felé indul. És én megyek vele. Miért nem avatkozol be? Nincs rá engedélyem. Még csak a követési szakaszban vagyok. Nem öltetek testet előtte, csak ha nem vesz észre. Nem, mintha akarnék. Senkinek nem kívánok. Tiszteld a szabályokat. Nem sokáig, ha nem ítéltek el. Frezer arra céloz, hogy jó angyal vagy. Nem követtél el bűnt. Már az alkoholizmus nem bűn. A gyilkosság nagyobb bűn lenne. Mert ezzel fenyegetőzöl, nem? Meg akarod ölni azt a halandót. Én csak... felmerült bennem. Igen. Ez zsákutca, vale. Sosem gondoltam arra, hogy megszegem a törvényeinket. De megfordult a fejemben. Hogyha nem lennék angyal... Ugye tisztában vagy vele, hogy nem engedhetünk vissza a földre bukott angyalként, hogyha tudjuk, hogy mik a szándékaid. Mik a szándékaim? Hivatalnokok, még a szófordulataik. Nyugalom. Amúgy is mértelme van a bukott angyalokat a földre száműzni, hogy ott halljanak meg. Remélem érzed, hogy ez nem rád tartozik. Remélem érzed? Egyre jobbak vagytok.
Szerinted mit gyűlöl ez az ember? Főleg engem. Minket. Nem tudhat róluk. Azt gyűlöli, ami a lényegünk. Értem. Nehéz lehet nap mint nap egy kocsmában testet ölteni és ott kivárni, hogy az emberet hazamenjen. Ilyenkor lecsúszik pár feles, nem? Ne hasonlíts hozzá. Az ital csak... Földi szokások rabjává válni angyalok számára bűn! Bűn? És nem bűn azt várni tőlem, hogy megsegítsek egy ilyen mocskot? Kinek a bűne szerinted? Na vajon kinek a bűne? Beszéljünk az alkoholizmusodról. Szarok bele, nem akarok róla beszélni. Inkább beszéljünk a kislányról meg az apjáról. Beszéljünk a sikoltozástól. Akkor van egy kérdésem. Ki döntötte el, hogy az ember szabad akaratot kapjon? És azt ki döntötte el, hogy mi angyalok ne kapjuk? A státuszom megvonását kérem, vagy engedélyt, hogy megölhessem az emberemet. Rettegsz, hogy nem tudsz segíteni azon a halandón. Nem akarok segíteni. Pedig ez a dolga. Befejeztem. Helyezzetek mellé valaki őt, aki kibírja ezt a sikoltozást minden este. Vagy próbáljátok ki ti. Nem tehetjük vele. Nem büntethetünk azzal, hogy emberként élj a földön. Megölnéd. Nem érted, Fraser. Ez az angyal csak menekül attól, amit látott. Nem gyilkol meg senkit. Biztos vagy benne, hogy ezt akarod? Soha nem voltam még ilyen biztos semmiben. Ne. Ezennel felmentelek a szolgálat alól. Megvonom az angyal státuszodat. Volna rá engedélyt, hogy megöljem, ugye? Tudod, hogy mondják? Az ő útjai. Szarmeló. Jó nagy szar. Segít! Micsoda? Ez az alkohol. Jobban, mint bármi más. Szedd vissza magad. Te nem látod, mit tesz ez velünk? Hogy mit teszünk egymással? Engem nem ez zavar. Hogy a francban jutott el egy segítő forránthoz? Az nem lehet, hogy egy angyal saját maga kérvényezi a státuszának megvonását. Te most komolyan ezzel foglalkozol? Mit mondod Forrán a telefonban? Forrán vagyok. Helliggel beszélnünk kell. A következő eset tanulságos lesz. Egy kiégett alkoholista. Ő maga kérte a beidézését. Nem akart tárgyalást, csak büntetést. Hogyan juthat idáig egy angyal? Sok szörnyűséget látott. Megkeresett, abba akarja hagyni. Én úgy tudtam, csak felsőbb utasításra kerülhetnek ide angyalok. A szabályzat mostanában néha rugalmassá válik.